Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a te lelkeddel.
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Először is első szombat van. A boldogságos szűzanyára gondolunk ilyenkor, aki az egyház anyja, mindannyunk édesanyja, ahogyan az Úr Jézus jelölte ki őt édesanyánkul a kereszten, amikor mondta János íme, ő a te anyád, asszony, ő a te fiad, és ez egy egészen egyedülálló vonatkozást jelent, ahogyan a boldogságos szűzanya egészen egy volt az ő szent fiával, nem csak mint édes gyermekével, hanem akit a szent lélektől fogadott és hittel fogadott, és az elmével és szívével egészen az Istenben, Jézus Krisztusban és a Szent Háromságban élt, és ezt a Mária hitét és szívét van lehetőségünk egyre jobban a gondolataink és szívünknek az egységében ünnepelni, és ezáltal az ünneplés által már részt veszünk Isten jelenlétében. Ezek az első szombatok ezért is fontosak, hogy az édesanyánktól, mennyei édesanyánktól ezeket a kegyelmeket elkérjük, és ezekben éljük meg az emberi mi voltunkat, gazdagságunkat. Köszönetünket neki, és köszönetünket a Szent Háromságnak, akik erre az Isten gyermekségre méltattak. Imádkozunk ebben a szentmisében pécsi fiatalasszony gyógyulásáért, budapesti család minden tagjának lelki gyógyulásáért, egri nézőnk további gyógyulásáért. Imádkozom mindazoknak a szándékára, akik imát kértek a szeretett láng szent miséjén a mai napon, amikor együtt voltunk a szentségimádásban és a szent misében az ország minden részéről, a kedves hívekkel, akikkel olyan jó volt és családias volt a találkozás. Imádkozunk a mai napon a Covid vírus áldozataiért, imádkozunk azokért a családokért, akiknek valaki szeretjük, szülőjük vagy gyermekük halt meg. Imádkozunk a Covid vírusban szolgáló lelkipásztorokért, és akik lelkipásztori munkájuk közben a Covid-ban haltak meg. Imádkozunk új papi és szerzetes hivatásokért, hogy a szentségek szolgálatával az egyház be tudja tölteni azt a táplálékot, amit az Isten ajándékoz általuk nekünk. Imádkozunk azokért, akik a szentelésre készülnek, hogy a lelki gyakorlatukban valóban értelmük, szívük, lelkük igazán részese lehessen az Úr Jézus misztériumának. A szolgálathoz ez annyira fontos, és imádkozzunk a hívőkért, hogy ezt megfelelő tisztelettel és baráti szolgálattal segítsék a maguk részéről. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és molasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Értünk attól, e világot megváltottál.
Könyörögjünk. Urunk Jézus Krisztus, te ebben a csodálatos szentségben kínszenvedésed emlékét hagytad ránk. Add kérünk, hogy tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelen élvezzük. Aki élsz és uralkodol a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Tóbiás könyvéből. Miután befejeződött Tóbiás és Sára menyegzője, Tobit hívta fiát, Tóbiást, és ezt mondta neki. Adjuk ki a bérét annak az embernek, aki veled ment, és toldjuk is meg azt a bért. Akkor Tobit hívta Rafaelt, és így szólt hozzá. Szolgálatod jutalmaként fogadd el a felét mindannak, amit magaddal hoztál, és menj békében. Erre Ráfael félrehívta mindkettőt, és ezt mondta nekik. Dicsőítsétek Istent, és minden élő lény előtt adjatok neki hálát mindazért a jóért, amit tett. Áldjátok és dicsőítsétek nevét. Hirdessétek Isten tetteit, és ne szűnjetek meg magasztalni őt. A király titkát jó dolog elrejteni, Isten tetteit azonban dicséretes felfedni és megvallani. Tegyétek a jót, és akkor a gonosz nem árthat nektek. Jobb az imádság böjtel, az alamizsna pedig igazságossággal társulva.
Többet ér a kevés, ha igazságosság társul hozzá, mint a sok, ha igazságtalanság tapad hozzá. Jobb alamizsnát adni, mint aranykincset gyűjteni. Az alamizsna megment a haláltól, és megtisztít minden bűntől. Akik jótékonykodnak, életet nyernek, de akik bűnt és igazságtalanságot cselekszenek, ellenségei saját maguknak. Feltárom a teljes igazságot, és semmit sem titkolok el előttetek. Mondtam már nektek, a király titkát jó dolog elrejteni, Isten tetteit azonban dicséretes fölfedni. Nos tehát, amikor imádkoztál te és Sára, imádságotok Isten fölséges színe elé vittem, hasonlóképpen azt is, hogy eltemetted a halottakat. Mivel nem késlekedtél fölkelni és otthagyni ebédedet, és elmentél, hogy eltemesd a halottat, megbízást kaptam, hogy próbára tegyelek. Ugyanakkor elküldött Isten azért is, hogy meggyógyítsalak téged is menyedet, Sárát. Én Ráfael vagyok, egy a 7 szent angyal közül, akik készen állunk, hogy az Úr fölséges színe elé lépjünk. Ezért dicsőítsétek az Urat ezen a földön, és magasztaljátok Istent. Most visszatérek ahhoz, aki küldött engem. Írjatok le mindent, ami történt veletek. Ezzel fölemelkedett a mennybe. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Mindenek szemei, te benned bíznak, Uram, mert te adsz neki keledelt alkalmas időben. Mindenek szemei, te benned bíznak, Uram, mert te adsz neki keledelt alkalmas időben. Fölvárod a te szent kezeid, és betöltesz minden élőket áldásodnak. Mert te adsz neki keredet alkalmas időben. Mindenek szemei, te benned bíznak, Uram, mert te adsz neki keredet alkalmas időben. Dicsérd Sion megváltódat, vezéredet pásztorodat, áldja hangos éneket. Ahogy bírod, akint merjen, bármi nagynak énekeljen, méltón nem dicsérheted. Íme étke angyalok, kenyeredet áldorodnak, eledele jó fiatnak, ebnek adni nem való. Izsák ennek képe árva, áldozatra készült ára, húsvét bárány áldozása, hullom annak igaz kenyér lepő pásztor, Jézus óvja az elbukástól, te táplálj és te palástolj, s ott vagy a feltámadástól, legyen nálad készteljük. Te ki mindent bírsz és érdez, földi rétben táplálsz életet, hadd, hogy lássunk dicsőséges, s társulván a boldog néphez, lakomádban részt vegyünk. Amen.
Szent Teszke a zsidókhoz írt levélből. Testvéreim, Krisztus a ránk váró javak főpapjaként jelent meg, s belépett abban nagyobb és tökéletesebb sátorba, amelyet nem ember keze alkotott, vagyis nem ebből a világból való. Nem a bakok vagy borjak vérével, hanem saját vérével lépett be, egyszer s mindenkorra a szentélybe, és örök megváltást szerzett. Ha ugyanis a bakok és bikák vére meg az üsző hamva a tisztátalanokra hintve külsőleg tisztává teszi őket, mennyivel inkább megtisztítja lelkiismeretünket a holt cselekedetektől Krisztus vére. Ő az örök lélek által saját magát adta tiszta áldozatul az Istennek, hogy az élő Istennek szolgáljunk. Ezért ő új szövetség közvetítője. Előbb azonban a régi szövetség idején elkövetett bűnök megváltásáért el kellett szenvednie a halált, hogy a meghívottak elnyerjék az örökké tartó örökséget. Ez az Isten igéje. Istennek örömmel. Eszi az én testemet, és issza az én véremet. Bennem marad, és én ő benne. Halleluja, halleluja. Veletek. És a törvek. Evangélium Szent Márk könyvéből. A kovásztalan kenyerek ünnepének első napján, amikor a húsvéti bárányt feláldozzák, tanítványai megkérdezték Jézust. Mit akarsz, hová menjünk, hogy elkészítsük számodra a húsvéti vacsorát? Erre elküldte két tanítványát ezekkel a szavakkal. Menjetek a városba. Találkoztok ott egy emberrel, aki vizes korsót visz. Kövessétek őt. Aztán, ahová bemegy, ott mondjátok meg a házigazdának, a mester kérdezi, hogy hol van az a szállás, ahol a húsvéti vacsorát tanítványaimmal elfogyaszthatom. Ő mutat majd nektek egy étkezésre berendezett tágos emeleti termet. Ott készítsétek el nekünk. A tanítványok elmentek, s a városba érve mindent úgy találtak, ahogy megmondta, és elkészítették a húsvéti vacsorát. Vacsora közben kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és ezekkel a szavakkal adta nekik, vegyétek, ez az én testem. Majd fogta a kelyhet, hálát adott, oda nyújtotta nekik, és majd így megáldotta, és oda nyújtotta nekik, és mindnyájan ittak belőle. Ő pedig így szólt, ez az én vérem, a szövetségé, amely sokakért kiontatik. Bizony mondom nektek, nem iszom többé a szőlő terméséből addig a napig, amíg az újat nem iszom az Isten országában. Ezután zsoltárt énekelve kimentek az olajfák hegyére. Ezek az evangélium igéi. Áldunk éret, Krisztus! Elnézést kérek a bakiért. Kedves testvérek, nagyon érdekes ez a történet sok szempontból, hogy hogyan rakódik össze az utolsó vacsora története. Először is nem azt mondja, hogy menj el a Schwab utca 25-be, és majd ott lesz az utolsó vacsora.
Nyilván annak idején nem is így nevezték a házakat, meg nem így számozták, de több dolog van. Először is ott van szabadlábon Júdás, aki bármikor olyan információt adhat az utolsó vacsoráról, amit nem lett volna szerencsés tudnia Júdásnak, hogy a Getsemáni kertet megnevezte, hogy ott tudják majd elfogni az Úr Jézust, az abba belement az Úr Jézus. De az, hogy az utolsó vacsorának a jelenléte és helye ne legyen egy valamilyen kockázatos dolog, hogy itt valami közben történhet, ez egy okos megfontolás volt az Úr Jézus részéről. Másrészt a Szentírás megírásakor Izraelben, tehát az Úr Jézus mennybe menetele után nem mindenki vált keresztényé. És azok, akik az Úr Jézust nem nézték jó szemmel, és a keresztényeket is fölforgatónak minősítették, nyilván, hogy nem mondhatták meg, hogy hol van az utolsó vacsora terme, tessék parancsolni, ezt romboljátok le. Hanem ez egy olyan hely, ahol elköltötték, nincs megnevezve a helye, tehát a későbbi keresztényeknek az összejöveteli helyét nem szolgáltatták ki olyan információul azoknak, akik rossz indulattal kezelték őket. Szóval ez egy nagyon okos dolog. De ennél még sokkal bájosabb dolgok vannak itt. Az, hogy a gondviselésben hogyan rakódik össze az összes motívum. Menjetek el, és amikor éppen beérnek a városba, épp akkor már megmerítette a korsóját az illető a kútnál, és már ballak fölfelé, hazafelé. És ez nem egy véletlen, hanem az Úr Jézus, mint Isten, ezt az egészet a gondviselésével összerakta. Tehát Jézusnak van hatalma arra, hogy akkor indítsa ezt az embert vízért, amikor a többiek indulnak. És ez az egész indítás, ez a szent ember, mert az volt ez az ember, aki az Úr Jézus által már korábban megbízott ember volt, hogy készítse el az utolsó vacsora helyét, hiszen amikor odaérnek, akkor már tudja, hogy miről van szó, és megmutatja nekik a tágas termet, ami már be van rendezve, tehát sok háttérmunkással találkozott az Úr Jézus közben, nem csak a 12 apostolával volt elfoglalva, és ezeket a háttér munkákat ő részben úgy rakta össze, hogy mindenki tudja a feladatát, másrészről, hogy éppen mikor, hogyan ki találkozik, ebben pedig mint Isten rakja össze a vágyakat és azoknak a szolgálatát. Azért ez tetten érhető a mi életünkben is. Miért van az, hogy néha épp akkor értem oda, amikor valaki éppen ott volt? Hány ilyen élményünk van? Hány nehéz helyzetből mentett ki bennünket az Isten? Emlékszem, 60-ból mentem haza a szolgálataim után, hogy édesanyámat meglátogassam annak idején, és Csongrád után a Tisza töltésnél van ott egy bukkanó, és hát szerettem volna már minél előbb hazaérni, és meg akartam előzni egy lassabban ballagó teherautót. És valami mondta, hogy ne előzz. És nem előztem. És a következő 20 másodpercben elhagytunk egy szembe jövő kivilágítatlan lovaskocsit, aki a bukkanó mögött volt, tehát a lámpám se látta volna, hogyha én ott megyek, még ha fölkapcsolom is a reflektoromat. Halál biztos, hogy ütköztünk volna, és halálosan. Mondta, ne lőzz, és én hallgattam rá. Miért? Ezek olyan dolgok, ahol az őrangyal segít. És hány ilyen helyzetet tudna mindenki mondani a maga életéből. Az Úr Jézus, amikor összerakja az utolsó vacsora történetét, akkor ez egy nagyon sok szálon futó szeretet. Sokféle helyzettel. Életszerű. Tehát a jó Istenben él ez a csapat,
a háttérmunkások, az asztal előkészítői, a szobaberendezői, sokak. Akik oda készítették a bort az átváltoztatáshoz, akik megsütöttek a kenyeret, Péter és Jakab, akik, jól emlékszem, akik levágták a bárányt és előkészítették és megsütötték, sok szálon. És Júdás, aki azt gondolta, hogy az ő kezében van az Úr Jézus és a többiek, és ő úgy mozgathatja a Jézust és a többieket, ahogy neki tetszik, kiderül, hogy az Úr Jézus, amikor nem informálja őt mindenről, akkor Jézus nem hazudik, vagy mellé beszél, vagy titkai vannak, hanem nem engedi tovább a gonoszt annál, mint amit megenged neki. Neki se szabad mindent. És akkor összeül a csapat. És itt találkozik az ég és a föld. Valóban. Találkozik a kenyér, az ember munkája, mindene, amivel előkészíti ezt a kenyeret. És találkozik az Isten, aki azt mondja, vágyva vágytam erre a pillanatra. A végtelen Isten öröktől fogva előkészítette ezt a pillanatot, amikor majd a kenyér színe alá eljön, hogy nekünk egy olyan találkozást adjon, amitől kezdve másként tudunk élni. Volt egy kislány, akinek a szülei válófélben voltak, és hát nagyon sok volt a veszekedés, de azért az első áldozásra egy kicsit háttérbe rakták a veszekedésüket, és első áldozó lehetett a kislány. És aztán az első áldozási utáni napon a kislány elment a mezőre és szaladgált, aztán hogy-hogy nem, a sínekre keveredett, és elütötte a vonat. Levágta mind a két lábát, és vannak ilyen balesetek, és ilyenkor rápréselődik az elütöttnek a lába. Ha ilyenkor valaki megmozdítja, akkor pillanatok alatt elvérzik, mert a szabaddá válnak a vastag ütőerek. És ezt a szülők tudták, akik rátaláltak erre a kislányra, és rájuk nézett, és rájuk mosolygott, és ahogy a kétségbe esett aggodalmukban egymás mellett álltak, elmosolyodott a kislány, és azt mondta, végre egymás mellett látlak benneteket, és végre úgy látom, hogy mind a ketten szeretitek egymást, és szerettek engem. Azért imádkoztam az első áldozásnál, hogy így lássalak benneteket. Lett volna lehetősége ennek a párnak arra, a maga erejéből, hogy újra emberként tekintsenek egymásra? Nem. Mert mind a kettő jogosnak tartotta a veszekedését, mind a kettő kellően utálta már a másikat, és eltervezték, hogy normális életet fognak élni, mert most nem az. És kiderül, hogy egy ilyen helyzetben, amikor a kislányukat, meghalt a kislány egyébként, amikor a kislányt látják így, akkor félre tudnak tenni minden olyat, amit addig annyira fontosnak tartottak, és megváltoztathatatlannak, és kiderül, hogy ebben a helyzetben újra emberek tudnak lenni. Miért kell nekünk eljutnunk a megpróbáltatások szélsőségeiig, egy koronavírusig és egyebekig, hogy kiózanodjunk abból, amiben azt gondoljuk, hogy miénk a világ Isten nélkül. Hogy azt gondoljuk, hogy nem tudjuk tartani a kapcsolatot egymással, mert Isten nélkül nem látjuk kiengesztelődésre alkalmasnak az egymás életét. És mindannyian meg tudjuk indokolni azt, hogy miért gyűlöljük a másikat. Miért kell ez? És ebben a pillanatban, amikor az ember már érzi azt, ahogy a Spe Salvi enciklika mondta,
hogy se az emberi szív nem ismer Isten nélkül alkalmas tartalmat a szívének, amiben tud élni, másrésztről pedig a technikai eszközei által se tudja elérni a maga boldogság érzetét, ebben a pillanatban az Úr Jézus, mint Isten lép be a történelmünkbe, adja oda az ő áldozatát, az ő vérét, és ahogyan ez a két szülő látta a balesetet szenvedett kislányát, és másképp kezdett el gondolkozni, a keresztre feszített Jézus előtt, az ő vére előtt mindannyian kell, hogy újra kijózanodjunk a hülyeségeinkből, bocsánat, hogy így mondom, és végre újra az Úr Jézus szent áldozatában, ebben a borzalmas halálban, amit mi okoztunk neki, mindenki a maga bűnével, nézzünk már újra az Istenre úgy, mint aki szeret és megbocsát. És nézzünk már végre úgy magunkra, hogy lehet újra kezdeni az életünket, mert az ő szenvedése akkora, hogy itt csak egy út van, a megtérés. És nézzük már úgy a föltámadásban őt, amikor az első szavai az, hogy vegyétek a szent lelket, akit föloldoztok bűneitől, bocsánatot nyer. A gonosz lélek meg akar mindannyiunkat kötözni, ezzel, azzal, amazzal, kivétel nélkül. Mocskos disznó, hazug és gyilkos, ahogy az Úr Jézus nevezi őt. És szükségünk van arra, hogy az imákkal megkötözzük a gonosz lelkeket. Az Úr Jézus szent vére az, ami meg tud bennünket szabadítani. Az Úr Jézus tudja megkötözni őket újra, akiket a bűneink szabadítanak föl a pokolból. Gondoljunk arra, amikor a Gloria Polo zuhan a pokol felé a maga ártatlannak vélt életében, miközben abortuszok és egyebek vannak már a hátterében, amit meg se bánt. Egy zarándoklatot fölvállaló indián esik térdre a piacon, amikor meglátja a villámcsapásnak a hírét, és kéri, hogy uram, elmegyek a zarándok helyre, csak menj meg ennek a nőnek, a villámcsapást kapott nőnek a lelkét. És ez az áldozat, ami utána nyúl az ő megmentésére. És Gloria Polo mondja azt, hogy egy-egy abortusszal a vinnyog és röhög a gonosz lélek, és az abortusznak az a negatív áldozatával tudja kiszabadítani a gonosz lelket a pokolból, akik aztán itt a földön nem nyugszanak addig, amíg az embereknek nem okoznak kárhozatot. Nem finom. Nem szoktunk erről beszélni, és nem is illik róla beszélni, pedig kell. Nem csak az abortusz, az összes többi gyilkosság. Egészen addig, hogy beszereztem magamnak már egy fegyvert, csak önvédelemből, és már csak hangolás kérdése, amikor már elszabadul az agyam, és attól kezdve már nem önvédelemnek fogom használni a fegyveremet. És hogy hány embernek van Magyarországon ez elkészítve már. Magyarország jövője azon múlik, hogy komolyan vesszük-e az eukarisztiát, hogy komolyan vesszük-e az Úr Jézust, mint életet adó táplálékot. Nem tréfa. És azok, akik már egyszer megáldoztak, vagy bérmálkoztak, ne unják magukat, hogy miért kell nekem állandóan jónak lenni, mikor az nem izgalmas? Hogy ne lenne már izgalmas? Milyen izgalmas, amikor éppen találkozom azzal az emberrel, aki viszi a vizes korsót? Milyen izgalmas összetalálkoznia olyanokkal, akiket éppen felfedezek, hogy az én segítségemre van szüksége. Az én megbocsátásomra, az én bíztatásomra. Hány ember életét mentette már meg, akár az öngyilkosságig is, az oltári szentségi helyeknek, az örök imádó kápolnának a létezése.
sokat lehetne róla beszélni. Jézus az oltári szentségben, az imádságok által a szívünkben akarja velünk megértetni azt, mit jelent embernek lenni, akiben jelen van az Isten. Könyörögjünk. Testvéreim, ünnepi örömmel imádjuk az oltári szentséget, kérjük meg váltónkat és jó pásztorunkat, hogy hallgassa meg alázatos könyörgésünket. Kérnék szépen olvasni. Add, Urunk, hogy egyházad mindig egy legyen a kenyértörés közösségében. Kérünk téged, hallgass meg minket. Szenteld meg papjainkat, hogy szentek legyenek, és szentül szolgáltassák ki szentségeidet. Kérünk téged, hallgass meg minket. Úgy nevelj minket az oltári szentség gyakori véltere által, hogy mindennél többre becsüljük lelkünk kegyelmi állapotát. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy szeretett lakomádra, a szent misére szóló hívásnak mindig örömmel és áldozatkész lélekkel engedelmeskedjünk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Végül ne engedd, Urunk, hogy a szent útra való nélkül távozzunk a földi életből. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk Jézus Krisztus, add, kérünk, hogy a szent mise kegyelmeiben mindig bőven részesüljünk, és téged az oltári szentségben őszinte odaadással, tiszta lélekkel vegyünk magunkhoz, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr ezekből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész egyházának. Kérünk, Istenünk, add meg egyházadnak az egység és a béke ajándékát, amelyet a felajánlott áldozati adományok titokzatosan jelképeznek, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a felelőtel. Emeljük föl szívünket. Felelőtel az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, a mi Urunk által. Ő az igazi, örök főpap, aki üdvösségünkért feláldozta önmagát, és minden időkre szóló áldozatot rendelt, meghagyva, hogy emlékezetére mi is felajánljuk néked. Ha értünk adott testét magunkhoz vesszük, erőt áraszt lelkünkbe, ha értünk ontott vérét isszuk, tisztára mos minket. Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónot körülálló hatalmas égi szellemek és minden seregek a mennyben, a te dicsőséget himnuszát zengjük, és velük együtt vég nélkül énekeljük.
Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hirdetjük, rajjuk feltámadásodat. Amen. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan föltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel fölajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára. Ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal. Elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal, a dicsőséges vértanukkal, Szent Domonkos atyánkkal és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk, Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Ferenc pápánkat, Péter püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, von magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert által árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten,
a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Hálát adva az Úr Jézus legnagyobb ajándékáért, a mennyei atya küldetésében, így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És engesztelődjünk ki szívből egymással. Legyen békesség köszönt mindenkor. Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az bennem marad, én meg benne, mondja az Úr. Mondjuk el együtt a lelki áldozás imáját. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged, és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Úrunk Jézus Krisztus teste őrizzen meg engem az örök létre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben,
és halálom után is. Amen. A Magyar Katolikus Püspök Kar rendelkezése szerint imádkozzunk a Covid vírus megpróbáltatásai kapcsán. Közösen, mennyei atyánk, hűséges Istenünk, a veszteség, a bezártság, a betegség, a tanástalanság terhe sújtott minket az elmúlt időben. Gyászolunk, a te kezedbe ajánljuk azokat, akik elmentek. Bocsásd meg bűneiket, és adj nekik örök üdvösséget. Tőled kérünk vigasztalást az itt maradóknak. Számba vesszük veszteségeinket, keressük egymást, az újrakezdés lehetőségét, és keressünk téged, az élet urát és megtartóját. Kérünk, szent lelked által mutasd meg nekünk szándékodat, amikor meg akarjuk érteni azt, ami körülöttünk és bennünk történik. Köszönjük, hogy meghallgattál minket ebben a bajban és megpróbáltatásban. Köszönjük, hogy vannak, akik ott állnak a betegek mellett. Ők naponta azért dolgoznak, hogy megmentsék életünket a járványtól. Adj nekik továbbra is erőt, kitartást, hitet és reménységet. Adj nekünk is erőt és figyelmet, hogy meglássuk a bajba jutottakat, és segíteni tudjunk nekik. Mutass utat nekünk, akik ezután jobban, szebben, nagyobb hittel és szeretettel akarunk élni. Áld meg egyházunkat, hazánkat és minden embert, akiknek életet ajándékoztál. Jézus Krisztus. Amen. Könyörögjünk. Kérünk, Urunk, töltsd be lelkünket Istenséged örökkévaló élvezetével, amelyet drága testednek és vérednek mostani vétele már előre jelez, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Nagyon örülök, hogy együtt tudtunk ünnepelni, mivel a domonkosoknak a jövő szombaton egy külön ünnepünk van, hiszen a rendi mesterünk, aki Rómában a legfőbb főnökünk, vendégünk lesz Magyarországon, ez ritka esemény.
ezért nem tudok itt lenni, és ezért a jövő szombaton lévő ajándékozási naphoz engedjétek meg, hogy most kapcsolódjak, és tisztelettel kérlek benneteket és minden nézőt, hogy valóban lelkesen segítsük az EVTN katolikus televíziót, a Bonum televíziót, a munkatársakat és mindazokat, a szolgálattevőket, akiknek az áldozatai mögött azért anyagiak is szükségesek, és hogy politikától és egyébtől mentesen ez a katolikus televízió valóban tudja azt a hitet és kultúrát adni, amire most éppen annyira szükség van, hogy tudjuk értelmezni az életünket és tudjunk ajándékaivá válni egymásnak. Ehhez a támogatást, a hitet, a kultúrát, az imát a médián keresztüli összefogásban szükséges, hogy ti is támogassátok. Tisztelettel kérem továbbra is a jóságotokat és a nagy lelkűségeteket. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért. Küldetésünk van, járjatok békével. Istennek előre hálva. Az igazi Mária. Ó Máriák, Besnyőn és Somjóban, és Pócson és Celben, Lorettóban, Lourdesban, Fatimában, a Kármelen és Átoszon, Guadeloupén és Nagasakiban, akiknek arca elé ezer évvel özönlik az emberiség, és bicskát ránt a csíki legény, hogy az ő zászlója mehessen a körmenet élén, és hadra kell a két spanyol falu népe, hogy az igazi Mária melyiküké. Ó Máriák, míg ti tömjén lengő magasában, a fogadalmi táblácskák aranyos koszorúja között megbúva, az ügyetlenkezű hajdani mester századok feketítette vonalaiban, megértőn mosolyogtok, ti fakuló fekete Máriák, tudjátok-e,
mik vagytok az emberiségnek. Ti vagytok a dallam, a szín, a szabadság, a ritmus eloldó lebegése, elengedés, magafeledés, az ünnep. Akik azt hiszik, élnek, élnek, hogy dolgozhassanak, s dolgoznak, hogy élhessenek. Akik tesznek, hogy tegyenek, magot a földbe, szem legyen, szemet a gépbe, mag legyen, vetés, aratás, aratás, vetés. Akik vannak, de nincsenek. Életük úgy folyik el, sekély és szomorú patak, világtalan barlang ölén, halálszagú posvány felé. Akiknek ablaka zárt üvegét, ha megrezzenti egy véletlenül arra tévedt, tüdővészes napsugár, riadtan szegezik be a megereszkedett táblát, mert reszketnek a piros levegő ismeretlen veszélyeitől. Ezeknek a mostoha gyermekeknek, az alvajáróknak, a halva élőknek, ó Máriák, ó búcsuk, processziók, litániák, rózsafüzérek, érmek, skapulárék, zászlók, gyertyák, orgona tömjén, közös ének, közös imádság, egy élet, egy halál, egy Isten, egy anya, egyetlen szépség. Ti vagytok az élet, az emberi, isteni élet. Ó, igazi szűz Máriák! Mert bennetek elfátyolozva, elemberesítve, otthonosan, nekünk valón lakozik közöttünk örömünknek oka, az igazi Mária, akit a művész Isten festett a teremtés vásznára öröktől, emberek örömének, áhítatul az angyaloknak, önnön magának gyönyörűségül, akin az örök anya szeme elmosolyodik, mint mikor a tökéletes művész a tökéletes műben dédelgető pillantással simogat végig százszor is egy alakot, aminek szépsége még neki is titokzatos. Az igazi, igazi Mária, akinek Krisztus simogató tenyerére letette az Isten mind, ami jót szánt a világnak, hogy hintse, öntse, ontsa ránk a vízözönnél özönebb özönnel, édesanya szíve szerint. Az igazi, igazi, igazi Mária, akinek az élő Krisztus ülvén az atyának jobbja felől, szent sebeinek víborában, amikor nagyon elnehezedik a szíve teménytelen bűneink láttán, ölébe hajtsa szent fejét, s megengesztelődve ülhessen vissza a mennyei trónra, és irgalommal nézzen újra ránk, most és halálunk óráján. Amen. És végezetül Angelika anya imája. Ó Istenünk, menj és föld ura, egyedül téged illet a dicséret, hiszen általad jöhetett létre mindaz, amért dolgoztunk. Add kegyesen, hogy ez az első katolikus műholdas televíziós hálózat egyházad ragyogó szépségét hirdesse a világban. Add, hogy fiadat, az örök igét dicsőítse ez a nagy mű, amely csak is a te kezed nyomán jöhetett létre. Áld meg a műsorokat, melyeket sugároz, ahogyan a te szent igét belőled áradó atyánk. Ugyanez az ige jusson el mindazok szívéhez, akik ezt az adót nézik vagy hallgatják. A Szentlélek töltse el, és ihlesse mindazokat az előadókat, akik műsoraiban a te igazságodat és egyházat tanítását hirdetik. Töltsd el erőddel ezt a televízió adót, add, hogy általa az emberek életszentségre törekedjenek, egyházad terjesztésén buzgolkodjanak,
bátran álljanak ki az igazság és az emberi jogok védelmében, és viseljék el türelmes lélekkel az esetleges üldöztetéseket. Atyai áldásod kísérje ezt a művet, mindörökké. Amen.